A Debrecen Nyíregyházi Egyház megy egyik legnagyobb temploma magasodik Vállalj központjában. Ritka, hogy hétköznap zsúfolásig megtelik hívőkkel, szerdán azonban sokan érkeztek ide, nem csak helyből, hanem más településekről is. Aznap tartották a hagyományos Szent Vendel napi búcsút. Ennek keretében adták át azokat a fejlesztéseket, amelyek a közelmúltban valósultak meg. Közel 50 millió forintból újult meg a templom, és a mellette lévő plébánia az elmúlt években. 2018-ban volt 100 éves a templomunk, amit méltóképpen megünnepeltünk, és a templomunk szépségét úgy tudjuk megtartani, ha folyamatos karbantartás és fejlesztésen megy át. A most átadandó fejlesztések, azok a templomban új padoknak az építése, felújítása, az orgonának a felújítása, illetve a plébániának szinte egy komplett, teljes generál felújítása. A tetőszerkezet cserétől kezdve a bővítésen keresztül nagyon sok minden fért ebbe bele. Általában a vidéket, általában azokat az embereket, akiket meg tudsz oldani, őket segítsük egy kicsit, és valamilyen módon utána. A Szent Mise végén mondott beszédében az egyházügyi államtitkár hangsúlyozta, Vállalj és Szatmár más települése is megszenvedték Trianont és a 20. század más korszakait. Ezeket a nehézségeiket is szeretnék kárpótolni, azzal, hogy segítik közösségi tereik, így például templomaik megújítását. A Kárpát-medencében közel 26 milliárd forintból 1800 templom öltözhet új köntösbe a Magyar Templom Felújítási Programnak köszönhetően, mondta a televíziónak adott interjújában Soltész Miklós. Én hiszem azt, hogy ezek a támogatások, ezek a segítségek a helyben maradást, az itt élést segítik, adott esetben a falusi csókon keresztül a fiataloknak a megmaradását és helyben maradását, és hiszem azt, hogy bár a nagyvárosi élet nagyon szükséges, ez nem is kérdés, tehát szükség van mondjuk Nyíregyháza arra, mint egy hatalmas nagy központi helyre itt a térségben, de másik oldalról legalább olyan fontos, hogy a kis településekben a helyben maradás is garantálva legyen, ez szolgálja ez a sok-sok segítség. Az esemény keretében díszpolgári címeket is átadtak, és megemlékeztek a Málenki robotra a településről elhurcolt több mint 200 emberről is.